Mária gyüdön még mindig elég mozgalmas az advent is. Igyekszünk ennek a csendességét, higgadtságát megélni. Nagyon nagy lehetőség a hajnali misék. Nagyon szívesen jönnek az emberek. Ezt mind székely gyerek is, kicsiként is megéltem, hogy otthon nem volt ugyan agapé, de a hajnali mise mindig egy lelki felkészülés volt karácsonyra. Fontosnak tartották az öregek is, hogy meghozzák ezt a gyerekek is azt az áldozatot, hogy igen, fölkelünk előbb ezért. Fölajánljuk, így is készülünk lelkileg karácsonyra. A hajnali miséknek mindig megvan a hangulata. Ez a fél homály a templomba, nem kapcsolták föl a villanyokat, általában több gyertyafény volt, és magába a régi adventi énekekbe volt, úgy gondolom, gyerekként a varázsa ennek a hajnali misének, hogy mindenki fáradtan is, de egy szívvel, lélekkel ott volt, és megéltük azt a mély közösséghez való tartozást, ami segített bennünket az advent folyamán a felkészülésre. Én nem emlékszem, hogy annak idején mi akkora karácsonyi ajándékokat kaptunk volna. Én mindig úgy fogalmazom meg, hogy valahogy mi úgy egymásnak voltunk az ajándékai Szent Karácsony estén, és ez nagyon fontos dolog volt. Még a székelyeknél szokás volt, hogy borbál a napon, vágtak egy cseresznyefa ágat. Nem tudom miért cseresznyét, azt bevittük a szobába, beleraktuk egy vázába vízzel, és az karácsonyra ott a melegbe kivirágzott. Ennek olyan jelképe volt az újjászületés, hogy mégis a születendő királyt friss virággal vártuk, ez egy jelkép is volt. Nagy dolog volt ugye a csobányolás. Hadikfalvi Betlehemnek az előadása, hogy járni házról házra, bemutatni azt, és annyira mély értelmű volt ez az egész misztérium játék, 20-25-en esetleg 30-an összeálltunk, és nek vannak különböző menete. Ugye a bekérezkedés, a szálláskeresés, ugye a csobányolóknak a beszélgetésük, és az ajándékkérés is, az adománykérés. És ez is ugye a falut megmozgatta, a fiatalokat is a közösségbe terelte őket. Erdélyi hagyomány volt viszont a szálláskeresés, hogy december 15-től kiválasztani 9 családot, vagy a Szent Család szobrával, egy kicsi szoborral, vagy egy szentképpel járni a falut. Ez is a karácsonyi lelkületnek, a befogadásnak a jelképe, hogy nagy bizalom, ha valakit te beengedsz az otthonodba. És akkor vittük a Szent Család képet, és ki ahol érte. Szobába leültünk, imádkoztunk, és minden nap az a család vitte a másik családhoz a képet. És ez is egy nagyon mély dolog volt, és ennek is, itt is Mária gyüdön próbáljuk ezt újraéleszteni. Tavaly a Siklósi templomba tartottuk a szálláskeresést, hogy most már nehezebb volt megoldani, hogy mindenkihez úgy bejutni, de a templom az mindenki, és akkor megtartottuk ezt a 9 napon át, ezt a karácsonyvárást. Az agapéknak is nagy jelentőségük van. Ez nem egy ilyen vásári hangulat, hanem hazajönnek a fiataljaink sokszor hétvégére, szombatra, gyertyagyújtásra. Ők is fontos, hogy egy közösségbe érkezzenek, hogy mi várjuk, hogy lássák, itthon van egy ilyen vallási közösség, ami számukra is nyitott, ahova jöhetnek. És ez így fontos az agapé szempontjából is, hogy tudunk beszélgetni kötetlenül a mise után, az imádság után, és még utána kezdjük majd a pásztorjáték próbát, amit Mária gyüdön eddig felnőttek adtak elő az éjféli mise előtt. És erre is ezek az alkalmak nagyon jók.
Most adventben egy 3 napos lelki gyakorlatot tartunk a hívek felé. Gábor atya fogja tartani, ugye most érkezett hozzánk szeptemberbe, és ő fogja tartani ezt a lelki gyakorlatot a templomba. Ezért is fontos, hogy a közösség együtt készül, a karácsonyra lehetőséget adunk, a szentgyónásra, beszélgetésekre, itt együtt létre, agapék lesznek ugyanúgy a szentmisék után, és az egyház községgel, illetve a mi segítőinkkel mind a 3 nap találkozok itt egy kötetlen beszélgetésbe, itt a kolostor ebédlőjébe, ahol tovább beszélgetünk, tervezgetjük már a jövő évet. Vannak rokonaim, most voltam otthon, Csibi Krisztina hívott haza, a plébánián tartottam egy adventi elmélkedést, szokatlan módon majdnem 60-an voltunk, nagyon örültem neki, Kisdorogon majdnem még ott a rokonságomnak a 3/4. És minden hónapban megyek Kisdorogra, egyrészt a temetőbe is, és egy-egy rokon mindig föl szoktam keresni. Csak sajnos kevés az idő erre, meg nagy a távolság innen. Most már karácsony előtt nem jutok haza, elmúlt héten voltam otthon, ezen az előadáson, és akkor egyik rokonomnál, unokatestvéremnél ebédeltem, majd kimentem a temetőbe délután, és este volt az előadás, és jöttem is vissza. Majd az új esztendőbe igyekszek hazamenni.